mikor pedig Jézus Cézerea Filippi környékére méne, megkérdi tanítványait mondván: engemet, embernek fiát, kinek mondanak az emberek? Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a proféták közül. Ti pedig kinek mondotok engem? Te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei atyám. De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszent egyházamat. Ettől fogva kezdi Jézus jelenteni az ő tanítványainak, hogy néki Jeruzsálembe kell menni, és sokat szenvedni a vénektől, és a főpapoktól, és az írástudóktól, és megöletni, és harmadnapon föltámadni. És Péter előfogván őt kezdi feddeni mondván: mentsen Isten, Uram! Nem eshetik ez meg te veled! Távozz tőlem, sátán, bántalmamra vagy nékem, mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra. Ha valaki jönni akar én utánam, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt. Aki pedig elveszti az ő életét, én érettem, megtalálja azt.